Az elmúlt évek alatt számos olyan eszközt fejlesztettek ki, amelyek segítik a vakokat és gyengénlátókat a hétköznapi tájékozódásuk során. Ez az eszközpark most tovább bővült egy magyarul beszélő hangos karórával. Ezt főleg az idősebb korosztály számára fejlesztették ki. A látássérültek körében már régóta kérték, hogy szeretnének egy magyarul beszélő karórát, hiszen az okostelefon elmondja ugyanaz időt, de azért az idős embereknek azt megtanulni azt nagyon nehéz, viszont egy magyarul beszélő karóra sok minden lehetőséget kivált. Az ötlet nem a miénk volt, hanem az Alkoszok Nonprofit BT, akik Budapesten találhatóak, látássérült vezérigazgatóval, Dvarjetki Bálinttal működnek, és a kapcsolatunk az régi és nagyon jó. Az Egyesület saját hangstúdiójával járult hozzá az óra elkészítéséhez, itt vették fel a működéshez szükséges hanganyagokat. Számos önkéntes felolvasó segíti folyamatosan az Egyesület munkáját, közülük választották ki a Móri Zsigmond Színház oszlopos tagját, Gékosi Anitát rendszerhangnak. Anita mindenre kapható, amit nálunk az Egyesület stúdiójában vagy egyéb programján történik. Ő örült a felkérésnek és azonnal elvállalta, hiszen rengeteg kiadványhoz adja nekünk kölcsön a hangját. Az Egyesület ismeretterjesztő kiadványát, a Szemetgetőt szinte egy évben mondjuk 6-szor megjelenik, abból 3-szor ő olvassa föl, aztán a gyerekeknek mesét olvas föl, és részt vett az országos brejolvasó versenyen, ahol a zsűriben is közreműködött. Németül és angolul beszélő karóra már létezik, sőt, magyarul beszélő zsebóra is, azonban a magyarul beszélő karóra eddig nem jelent meg a látássérültek eszközpalettáján. Az óra 11.400 forintért megvásárolható, de a június 1-én megnyílt segédeszközpályázat keretein belül akár olcsóbban is beszerezhető.